számos kiválóságot nevel a sportország. Túróci Dóra és Major Balázs például már olimpiai kerettagú. Néhány nappal ezelőtt még azt gondoltuk, hogy egy sikeres verseny után beszélgetünk majd itt, de hát sajnos az élet másképp hozta, mert hogy végül nem is tudtatok elutazni. Nem tudtunk elutazni, tulajdonképpen a bajban még szerencse, mert múlt héten szerdán kaptam egy telefont a Dóri anyukájától, hogy most viszik a kórházba, meg kell őt műteni. Most, hogyha elutazunk történetesen, és a következő nap következik be, akkor ugye azt se tudtam volna, hogy mit kezdjek vele, meg hát ugye volt, az sokkal nagyobb problémát okozott volna. Hát most úgy tűnik, hogy ez egy kéthetes kihagyás, és akkor utána újra teljes erőbedobással el lehet kezdeni dolgozni. Hát nagyon nagy pek, mert nagyon jó formában voltak, nagyon bizakodóak voltunk, bár bíró nélkül mentünk volna. Nálunk a Balázs az olyan emberke, akinek nagyon kell, hogy ő érezze, hogy jól megy, és akkor van önbizalma, és akkor tényleg maximálisan tudja nyújtani. És végre egy olyan paszba voltunk, amikor azt éreztem rajta, hogy na most szétszaggatjuk a világot. Hát most ez egy picit ugye megakadt, és hát más nem tudok, mint súlyokat rakok rá, és azzal próbálom őt hát edzésben tartani, meg kondiban tartani, hogyha a Dóri újra el tud kezdeni edzeni, akkor ne legyen nagy a visszaesés. Mert ugye aztán ebben az a gond, hogy sorba jöttek volna a versenyek, most elment ugye most ez a Finlandia kupa, de el fog menni most a nizzai verseny is, ami 24-én lett volna, tehát egymást követően két fontos verseny, és hát még határeset a november 2-ai Dortmundi is. Úgyhogy át kell az egész versenyeztetésüket most alakítani, és kitalálni, hogy akkor ezek helyett hol pótoljuk, mert ugye az EB-re való kritérium pontok azok megvannak, de a világbajnoksági kritériumnak még nem tudtak eleget tenni, úgyhogy ezt mindenféleképpen szeretném, ha meg tudnák szerezni, mert akkor nyitott igazából a két magyar pár között a verseny. Ahogy említetted, rendkívül jó formában voltak, és mindezt az is igazolta, hogy ugye az elmúlt időszakban Túróci Dóra és Major Balázs az olimpiai keretbe is bekerültek. Igen, hát ez nagy öröm volt, és hát ezért is még nagyobb ugye az elvárás, a bizonyítási vágy. Nem csak olimpiai kerettag van a sportországban, hanem több kiváló jégtántos is, aki hát ott kopogtat a válogatott ajtaját. Van egy szenior párom, aki most ebben az évben lett szenior, tavaly még a juniorban indultak, többek között a Túróci Dóri húga, és van egy junior párunk, aki hát ebben az évben kezdett el a juniorban nemzetközileg szerepelgetni. Most voltak életük első Grand Prix versenyén. Néhány nappal ezelőtt még azt gondoltuk, hogy egy remek finn verseny után beszélgetünk majd itt. Nagyon nagy csalódás volt számomra. Úgy terveztük, hogy erre a versenyre közel 100%-os formába kell hoznunk magunkat, és úgy gondolom, hogy ez sikerült is. Stabil programot tudtunk volna bemutatni. Hogyan tudtad összeszedni magad, hiszen most már napok óta kénytelen vagy egyedül edzeni? Ugye egyedül kell edzenem, amíg a Dóri fel nem épül teljesen, és most próbálok mindenféle trükköt bevetni, hogy olyan legyen, mintha ő is itt lenne. Na milyen trükköket vedsz be? Gyakorlatilag ugyanúgy csinálom az edzéseket, ugyanolyan rendszerességgel lejárok, és próbálok ugyanúgy egybe programokat futni, súlyokat, nehezékeket teszek magamra. Sorban ez a probléma, hogy ugye a levegőt nem nagyon lehet megemelni, vagyis hogy hiába emelem meg, az nem vesz ki sokat fizikálisan, és ezáltal nincs meg az a elégséges terhelés, ami kellene. Én nagyon remélem, hogy ugye a jövő hétvégére korcsolyára kész állapotban lesz. Drasztikus két hétben elvileg fel lehet készülni, gyakorlatilag még nem tudom, és ha ez sikerül, akkor ugye a november elejé verseny az, ami szóba jöhet.